Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit! Felújítják a Városháza épületét és az iskola konyháját Beledben. A beruházásra összesen közel 80 millió forintot pályázaton nyert a város. Major Renő polgármester elmondta, a munkálatokat legkésőbb jövő tavasszal elkezdik. Szeretettel köszöntöm a Rábaközi televízió nézőit, köszöntöm Beled város lakosságát. Pénteken kaptam a telefont, akkor hívott a pályázatírónk, hogy a Városháza és a napköziskonyha épületére beadott energetikai pályázatunk kedvező elbírásban részesült, és a teljes pályázati összeget 76 millió forintot meghaladó összegben megkapjuk felújításra, amely magában foglalja az épületek külső beburkolását, nyilászáró cseréket a konyhán, a Városház épületén nem merít újak a nyilászárók, néhány kivételtől eltekintve, azok természetesen benne lesznek. Fűtéskorszerűsítést fog tartalmazni, tehát új korszerű kazánok kerülnek beépítésre a fűtőtestek útszintén, illetve napelem is kerül, ugye, tehát megújuló energiaként napelem kerül a tetőre, és ezáltal a villamosenergia biztosítása így várhatóan EU-nak történt elszámlás után ingyenes lesz a működésünkben. A konyhán napkollektort látunk, a napkollektor a meleg vizet csinálja, tehát az ott a mosogatásban segít be jelentős mértékben. A konyhára is kerül napelem is, tehát ugyanúgy a konyhának, mint működő üzemnek, természetesen villamosenergiára nem is kevésre van szüksége, akár a hűtőket, akár konyhai gépek működését tekintem, de nyilván hát a világítás is egy alapfunkció, mert ugye villamos árammal biztosítunk. Tehát a napelem az most kerül, ott is ilyen szempontból beépítésre kerül napelem is, amely hát a villamos áramot termeli. Most nézzük egy kicsit a konyhát, hiszen ott több mint 400 embernek főznek nap mint nap, többen dolgoznak ott, korszerű eszközökkel természetesen, de így ugye korszerűbbé válik maga a körülmény is, ahol dolgozhatnak, illetve ahol fogadják a gyerekeket, vagy akik ott étkeznek. Van valamilyen ütemezés akár a konyhának, hogy ez hogyan történik, hiszen azért itt tényleg napi munka zajlik. Konyhára ugye már többször beszéltünk, talán azt hiszem az elmúlt alkalommal is szó volt arról, hogy pályázatot nyújtottunk be, ugyanis ahogy elmondtam, és ahogy az iménti mondataimból lehetett hallani, ezek a tevékenységek, illetve ezek a munkálatok, amelyek ebben a pályázatban szerepelnek, ezek nem tartalmazzák teljes körűen a felújítást. Nincsen benne például a vízvezetékhálózat, a szennyvízhálózat csere. A konyhai berendezéseknél nyilván korszerűek, mert mindig újítottunk, és a főzőüstök meg egyebek, de az elszívor berendezés felújításra szorul, a belső botorzat felújításra szorul, a belső burkolatok, amelyeket meg kell újítani, és óhatatlanul meg is újul, majd mivel hát egy része, ha szét lesz verve az előző beavatkozás folytán, akkor muszáj lesz úgy helyreállítani már, ahogy minden követelménynek megfeleljen, ha egyszer valami megbontásra kerül. És azokat a részeket, amelyeket nem tudunk a pályázatba beírni, berajzolni, tehát megvan a tematikája a pályázatnak, azt természetesen önerőből kell majd finanszíroznunk, illetve hát erre nyújtottuk be az elmúlt testületülésen megszavazott pályázathoz szükséges önerőt szavaztunk, és egy pályázatot nyújtottunk be erre a tételekre. Ennek a nyerési esélye hát korlátos, azt tudjuk, hogy már tavaly is próbáltunk. Ahogy értesültem, a benyújtott pályázatoknak a 5-10%-a, tehát inkább 10% alatti arányban kerülnek támogatásra, tehát meglátjuk, amennyiben nem fog nyerni, akkor muszáj lesz önerőből oda tenni a hiányzó összegeket. Erre egyébként fel is készültünk. Tehát magyarul a konyhánál nem állhat le a munka, tehát ott folyamatos lesz a főzés. Igen, hát ahogy látjuk, a 400-450 adag napi mennyiség, ez iskolaszezoni szám, tehát iskolán kívül nyilván kevesebb, akkor mindegy 150 adagot főznek. Na most praktikusan úgy fogjuk tervezni, és úgy fogjuk ütemezni, az idei évre már nem megvalósítható az, hogy a szünetet használjuk ki, hanem a következő év szüneti periódusát, tehát 2018 júniusától lenne szerintem ütemesen ütemezve, és akkor lenne ideális
elkezdeni, és a iskolaszezon kezdetére pedig befejezni. A hivatalt érintően, ugye itt is napi munka van, irányítani kell a várost, itt sem állhat le igazán a munka. Hát itt folyamatos lesz a munka, igen, itt nem lesznek szünetek. Én úgy gondolom, hogy itt annyira nem fogjuk azt az ütemezést önélesen kezelni, mint a konyha tekintetében. Szerintem, ahogy haladnak a munkátok a irodáról irodára, gondolok itt a fűtés elemek cseréjére, tehát a fűtőtestek cseréjére, nyilván ezt is fűtési szezonon kívül érdemes csinálni, mert akkor praktikus ez oltatlan, hogy az így van, tehát valamikor így fogjuk tervezni, és ha amennyiben ez az idén nem sikerül ugye a közbeszerzést meg egyebek miatt megvalósítani, akkor ez is a következő év fűtési szezon végén tudna elkezdeni. Már ami a fűtési részét illeti, hogyha munkátok szakaszaiban nézzük, akkor nyilván a külső burkolás az ettől független, az akár bármikor mehet, és az igazából a munkát sem zavarja olyan szempontból, hogy nem érinti a belső munkakörülményeket.